Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem, és egy nagyon régen elkezdett sorozatomat szeretném folytatni, ami eddig csak kettő részt élt meg, és évekkel ezelőtt kezdődött el, és hamar abba is maradt. Ez nevezetesen a Vasak a falban című sorozatom. Az első részben egy évtizedekkel ezelőtt ott hagyott buszmegálló tartó táblát mutattam be Kőbányáról, a második részben pedig a gázlámpák korszakából megmaradt pesti lámpavasat. A mai részben is Pesten maradunk, a 6. kerületben, a Podmanicki utca elején vagyunk, és most egy nem túl különleges, kvázi hétköznapi, de mégis néha érdekes vasat mutatunk be, ami bizonyos házak falán, illetve sok ház falán megtalálható. A mai részben a zászlótartókkal fogunk foglalkozni. Hétköznapi tárgy, de mégis az ünnepekben van jelentősége, hiszen a különböző nemzeti ünnepeken ugye felszokták a házakat lobogózni, és hát általában a kapuk mellett, vagy a házak homlokzatán különböző zászlótartó konzolok találhatók. Ezek között megtalálható a város különböző pontjain néhány míves régi darab is, de megtalálhatók régi és új típus példányok is. Ennek a háznak a falán egy nem túl díszes, kovácsolt vas példány található, több ilyen található a városban, de itt a Podmanicki utca elején is, illetve a város különböző pontjain is találhatóak díszesebb példányok. Most ezt a kis utcaszakaszt fogjuk megnézni ebből a szempontból, és a következő vágóképekben ezeket láthatjátok.